Sziasztok, Robin vagyok, és most egy kis sétára megyünk, és most ugye június 12-e van, 4:12, úgyhogy most egy kis sétát csinálunk, addig megyünk, ameddig tudunk menni. Olyan szép időnk van, szerintem olyan 24 fok. Szép napos idő van, nézzétek csak. Ugye előző este, délután elég nagy felhőszakadás volt. Úgyhogy megyünk, sétálunk végig, ameddig csak tudunk. Szerencsére nincs meleg. És itt van a júliusi program, ahogy látjátok. Valamelyik napon ott leszünk. De hogy melyiken, fogalmam sincs. Csaljuk. Vannak ilyen öltöző fülkék. Vannak edzőgépek is. Látjátok, itt vannak. Jó kis sétálós idő van. Most így a mai napon csak ezt a videót fogom elkészíteni. Menjünk itt a fák között. Nincsenek most olyan sokan. Sőt, figyeltétek, ott volt egy zokni az ágra. És elég magas a Balaton.
ahogy látják. Most enyhült a széljárás is. De azért még mindig hullámzó. Nézzétek, milyen jó néz ki. Ott van egy hattyú is. Ott vannak a bólyák. Ez lehet, hogy bólya? Oh. Ja, azok bólyák lesznek. Ja. Hát akkor ez nem hattyú. Na, úgyhogy menjünk. Szerintem most így rámegyünk az útra. Csak itt vizes. Azért nézzétek meg, hogy mekkora vizek vannak itt. Azért az eső megtette a hatását. Megvárjuk ezt a járművet. Jó, hogy háttal megy. Most se rossz. Igen, azok bólyák voltak, azt hittem, hogy hattyú. Hát még nem sokan vannak, pedig már 4:12 múlt. És nézzétek, Balaton terasz. Ez is még zárva van. Idő van, és az árnyékos. Na ott van 2 hattyú. 3. Akkor menjünk közel hozzájuk. Ugye az előző videóban már. Jaj, és volt kacsák is vannak itt. Itt eléggé vizes itt ez a rész. Ennek a hattyúk.
Nézzétek meg! Hellóztok! Sziasztok! Jó nagy pocsolyák vannak itt is. Akkor folytassuk az útunkat. Csak kb. Másfél óráig tartott az esőzés. De jól néz ki. Az igen, ott van az apátság, amiről már az állványzatot lebontották, és már kész van. Tulajdonképpen. Teljesen kész van az apátság. Tihanyi apátság. Hát még a szezon eleje van. Nézzétek csak! Hát... jó sok patkacsa jött ide most. El van árasztva teljesen itt a füves rész. Most mennek át. Sőt... ahogy látjátok, itt is van kettő. Patkacsa, úgyhogy vannak itt. Hát ez nagyon jó. Nagyon jó ez a séta itt Zamádiban. Hát ezt most ki kell kerülnöm. Úgyhogy menjünk ide. Ezen az úton menjünk. Kerüljük ki a nagy pocsolyát. És már 14 perce sétálok. És elég messzire eljutottunk. Ez jó kis csilles sétaút.
Ott van egy móló. Úgy emlékszem, hogy itt kezdődött a... nem is tudom. Az a hajózás, áthajózás, itt Tihanyra. Úgy emlékszem, hogy itt volt a rendezvény helyszíne. Ennél kezdődött, ugye a sárkányhajósok, stb. Stb. Lehet, hogy rosszul emlékszem. Itt is vannak hajók, ahogy látjátok. És nézzétek csak, itt van egy tábla is. Megpróbálunk odáig elmenni, odáig a végéig. Tű, oda nézzetek! Mennyi hajó! És de nagyon pocsolyák vannak. Ott van hattyú, ismét. Láthatunk egy hattyút. Hát, szia! Ja, nagyon szép vagy. Na, folytassuk az utunkat. És itt menjünk át. Úgy, itt van egy ilyen kis medence, gondolom, hogy gyerkőcök részére, de van itt zárva.
kikerültem az autót. Fúj! Ez nem volt kellemes illatú. Na de, nézzétek meg! Íme! Nagyon szép. Éve közelebb vagyunk. A végéhez. Kellemes árnyékos helyek is vannak. Már nem sok. Itt jön még egy autó. Ezek gondolom tisztítják így a strandrészt. Már az első nap megcsipkedtek a szúnyogok. Úgyhogy... Hát igen. Persze a lábfejemnél. Na már, kezdünk a végéhez érkezni. Strandnál. Már vannak ilyen luxus villák is, ahogy látom. Nézzétek meg. Le lehet ülni. Már ha árnyékos a hely. És ilyen luxus. Külön stég, ahogy látjátok, vagyis hogy ilyen lejárat. Lépcső lejárat. És vannak nekik is külön bója. Ja, és nézzétek meg, itt van egy játszótér is. És itt van a tábla, hogy mi hol van, mi hol található. Íme. Van itt minden. Baba-mama szoba, elsősegély, családi mosdó. És itt van egy kellemes híd, amin át fogunk menni. Szépen gondozva vannak. És ez gyerekeknek? Ilyen kis gyerekeknek. Kis strand. Nem semmi. És igen, ott vannak ilyen nagyobb villák. Villamegrák talán. És ide leülök. Ide leülök. Ó, igen. Ó, yeah. És nézzétek meg. Ott van 1600 méter fütőhely. És íme, ahova leültem, a panoráma. Fúj a szél is, úgyhogy most ez pont jó nekem. Úgyhogy remélem tetszett nektek ugye a videóm. Ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, és ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra. Sziasztok!